a 90.9 Jazzen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A vonalban Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Na, mi a helyzet? Nézted a Last Dance-et? Természetesen, folyamatosan néztem, ahogy jelentek meg az újabb részek. Megéri, mert én még kivárok. A egyetlen és feledhetetlen ikonom Michael Jordan, de kicsit félek a sorozattól, bevallom őszintén, azért nem kezdtem még el. Mindenképpen megéri, szerintem nagyon jó kis sorozat, vita indítónak is jó egyébként, de megnézni mindenképpen érdemes. Oké, na, megfogadom, és akkor most nézzük a tőzsdét. Mi a vitaindító a budapesti értéktőzsdén? Csak nem az 1,3%-os erősödés? De az, hogy megint felül teljesítjük az európai részvényindexeket, és szuper jól hasít a budapesti értéktőzsde. Ez alapján az első 40 perc alapján. Micsoda forgalom, és az OTP? Bizony, az OTP forgalma kiemelkedő, és ennek köszönhető, hogy az összforgalom majdnem 2,5 milliárd már ezen rövid idő alatt, úgyhogy abszolút jó a hangulat, ahogy említetted, főleg az OTP miatt, ez 10.670 forintonban most 2,1%-os pluszban a tegnapi zárásához képest, és hát ugye egy napok óta tartó látványos emelkedés van most az OTP-ben, ami mindenképpen, ha a grafikon nézzük, akkor is azt gondolom, hogy olyan fordulat, ami akár tartós emelkedést is előirányozhat, de a többi részvény körül is nézelődünk, a MOL egy kicsit visszafogottabb, itt a 2000 forint körül táncol, hol picit fölötte, hol picit alatta, most éppen 1998 forint volt az utolsó kötés, ez ugyan 0,3%-os emelkedést jelent, de továbbra is azt gondolom, hogy az lehet a kulcsa MOL jövőjét tekintve, már itt az árfolyamának a jövőjét tekintve, hogy ezt a 2000 forintos szintet sikerül-e tartósan áttörni fölfele. A Richter is egy minimális pluszban van, most 6950 forintos utolsó kötéssel, és az M-Telekom a blue chipek közül az egyetlen mínuszos, itt 0,4%-os másfél forintos csökkenést látok, 398 forinton kötötték utoljára a részvényt. Szilárd, kisebb papírokban is érdekes mozgások vannak, itt van a Graphisoft Park, ami elég derekasan esik, viszonylag nagy forgalomban, és azt sem tudjuk nem észrevenni, hogy a Delta meg napok óta megy fölfelé elég keményen, és azt sem kütni forgalomban. Így van, a Delta továbbra is tartja a lendületét, és ez nem csak az árfolyam emelkedésre igaz, ami most épp 3,6%-os a mai napon, hanem a forgalomra is rendre befér az első három közé, most is a OTP MOL után ott van a harmadik helyen, ami azért azt gondolom, hogy jelentős meglepetés, de mindenképpen egy trendszerűséget mutat most már a részvény kapcsán, és hát azt gondolom, hogy könnyen célba vehetjük itt az évelei szinteket a részvény tekintetében, amilyen 135 forint körül volt. Uh-huh. Oké, devizapiac, csónakázzunk át oda. Ugye mi is mondtuk az imént, hogy lemondott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke Nagy Márton, rezdült a piac erre? Nem annyira, ha csak nem már van, aki előre tudta ezt az információt, és a tegnap gyengülés ennek köszönhető. Mi is arra számítottunk egyébként, hogy ez talán egy picit gyengíti majd a forintot. Egyelőre a ma reggel folyamán minimális mozgás volt látható, 349-20 körül jegyzik most az eurót a forinttal szemben. Ugye itt tegnap volt egy picit látványosabb gyengülés, 348 alatt járt sokáig az árfolyam, és aztán végül a 349
30 fölé jöttünk vissza. Azt gondolom, hogy amíg 3-50 alatt vagyunk, igazából komolyabb aggodalomra nincs ok. Én rendszerűen továbbra is inkább azt látom, hogy ebben most a forint erősödése lehet benne, de egyelőre nem tudunk olyan erőteljesen eltávolodni ettől a 350-es szinttől. Viszont a dollárforintban voltak ugye nagyobb mozgások, hiszen az euró-dollár jelentősebben tudott emelkedni, itt az 1-10-es szint áttörése volt a kulcs, amit most ugyan újra megközelítettünk, de azt gondolom, hogyha 1-10 fölött marad, és adott esetben el is fogadják ezt az újabb tervezetet Európába itt a megmentési csomag kapcsán, akkor az mindenképpen európozitív, és dollár gyengítő ilyen szempontból a dollár forintot is tovább tolhatja lefelé, és akár az a kritikus 315 is elérhető lesz a közeljövőben. Uh-huh. Oké, okay. Köszönjük okay. szépen. Berek. Jó munkát nektek, szép napot! Köszönöm nektek is, sziasztok! Búró Szilárddal beszélgettünk, pénzügyi innovációs vezetővel. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.